probléma, ami ugye most már bezsugorodott, mert a közcélú, a közhasznú és a közmunka rendszerét így egy égisz alá rendezték. Ott megadja annak a módját és a lehetőségét, hogy minél több ember, és lehetőség szerint 4 órás foglalkoztatás keretei között végezhesse munkatevékenységet. A másik része a történetnek, hogy az értékteremtéssel párosuló munkafolyamatok legkiváltképp ott igazolódtak vissza, ahol látható módon vagy épp a polgármesterek, vagy épp a testületek komolyan vették azt, hogy a közfoglalkoztatás keretei között lehet érdemi tevékenységet folytatni. Ha arányában kell megnézni a történetet, most végeztem egy ilyen gyors számítást, amennyire le tudtam képezni például Észak-Kelet-Magyarországon, Borsod-Zemplén megyében, hogy hogyan is nézett ki ez a történet, akkor azt kell, hogy mondjam nyugodt lelkülettel, hogy többségében volt a kormányváltást megelőzően az érték alapú, az érték teremtéssel párosuló munkavégzés az egészen belül. Ez pedig így van rendjén, így van jól, ezért lenne szerencsétlen az, hogyha a források beszűkítésével, akár a Orbán Viktor vezette kormány Szél Kálmán terve keretei közötti 73 milliárd forintos nagyságnő pénzekre volt szűkítésével kívánná a feladatot megoldani majd a későbbiekben a kormányzat. Elég sanyarú volt már a 64 milliárd forintra való szűkítés, nem kellene tovább menni ezen a pályán. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő, tisztelt országgyűlés. Folytatjuk az írásban előre bejelentkezett képviselők felszólalásait. Megadom a szót Varga László képviselőnek az MSZP képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát reggel 8-tól zajlik a vita, nyilván így több mint 5 óra után nagyon sok gondolat elhangzott. Mi szocialisták, megszólalóink mind-mind hangsúlyozták 2 perces felszólásokban, vezérszónoki körben és rendes felszólásokban is, hogy azt képviseljük, hogy minden családban legalább 1 kereső legyen. És hát ennek az országnak vannak olyan térségei, ahol ez igazán csak közmunkaprogram keretében biztosítható, csak a közfoglalkoztatás keretében biztosítható. Ezek alapvetően a leghátrányosabb helyzetű térségek. Úgy legyen legalább 1 kereső, hogy az 8 órás munkaviszonyban legyen, úgy legyen ez a 8 órás munkaviszony, hogy ez az év túlnyomó részére vonatkozzon, és hát tisztes bér legyen, érte? Tehát ne ez a 46.800 forint, amely, ha jobban is, önök is mélyebben belegondolnak, akkor tudják, hogy mondjuk, ha ebből még 1/3 a jövedelmek le is lehet tiltani, és mondjuk az ország másik végén lehet valakivel munkát végeztetni, akkor gyakorlatilag ez éhen halni is kevés. Tehát legalább a törvény szerint bárkinek járó minimálbért gondoljuk ebben a tekintetben. Ezt a gondolatunkat és ezt a programunkat egyébként már keretbe is foglaltuk az Út a munkához program keretébe, amely több mint egy éve született, és ugyan lehettek apróbb korrigálásra szoruló ügyek ebben a tekintetben, de mindenképpen pozitív volt ennek a programnak a fogadtatása szerte az országban, különösen vidéken és különösen kis településeken, ahol máshogy nagyon nehéz volt a munkát vidéken megszervezni. Ennek a programnak a szétverése sajnálatos folyamatokat indított el, emlékezhetnek rá, KSH szerint is, decemberről januárra 93 ezerrel több munkanélkül lett ebben az országban. Én azt hiszem, hogy ezek az emberek hát nagyon nehéz helyzetbe kerültek itt karácsony környékén. Ez elfogadhatatlan, akkor is annak tartottuk, most is annak tartjuk. És hát egyelőre a beígért munkahelyteremtésből hát negatív tartományba sikerült vinni a munkanélküliséget. Magyarán nő a munkanélküliség, és ezek a programok, ezek a folyamatok nem fognak ezen érdemben segíteni. Az oka ennek az előterjesztésnek a közfoglalkoztatás tekintetében mindenképpen az, hogy gazdasági szükségszerűségekből önök kevesebb pénzt kívánnak erre elkölteni. Nyilván ezt próbálják az előző kormányokra rátolni. Érdekes módon mégis sikerült olyan költségvetést elfogadni az utolsó szocialista kormányoknak, amiben megvolt ezeknek a típusú 8 órás kenyeret az asztalra tevő foglalkoztatásoknak a lehetősége. Most önök ezek
ezeket a lehetőséget nem kívánják biztosítani a legszegényebb és legrászorultabb embereknek. Cserébe biztosítanak nyilván a gazdagoknak magasabb jövedelmeket, hiszen 500 milliárdot engednek ki az újraelosztásból, és hát bebizonyosodott, hogy a kiskeresetőek ezzel rosszabbul jártak. Azt mondták, hogy majd minden családban több gyermek születhet, hiszen az adórendszert is úgy alakítják át, hogy a családi adókedvezmény rendszere majd ezt ösztönözni fogja, soha nem született ennyire kevés gyerek Magyarországon. Ezek a legfrissebb hírek, az interneten több cikk is foglalkozik ezzel a mai napon. És hát az egész ügyből úgy egyáltalán, ami a közfoglalkoztatást érinti, rendészeti kérdést csinálnak. Mondjuk ez a felfogásuk, lehet ezen nevetni, nyilván kiki képességei szerint tud erre reagálni. Mégis azt mondhatom erre, hogy rendészeti kérdés, tehát azt gondolják, és rá is jöttek végül is, hogy az az indulat, ami felgyülemlik folyamatosan január óta, a egyébként választási kampányokban nem taglalt, nem tárgyalt intézkedései kapcsán, az majd hát előbb-utóbb rendészeti problémákat fog okozni. Majd azok a rendőrök, nyugdíjas katonák, akik hát nyugdíjas éveiket töltik, azokat majd visszahívják nyugdíjból, majd vigyáznak ezekre az emberekre, és talán az ország másik végén majd 4 órában, szinte hihetetlen, de 4 órában majd ők valamilyen fajta értéket tudnak teremteni, ezt hiszik. Mert hogy azt mondták többen, és ezt határozottan még egyszer visszautasítanám a frakcióm nevében is, hogy tisztelet a kivételnek, aki tudott az Út a munkához programban, annak a keretében bármiféle értéket létrehozni. Ahogy Gúr Nándor is elmondta, az önkormányzatok zöme ezt nagyon pozitív célokra használta fel, alapvetően fejlesztési, értékteremtési oldalról, a másik oldalról pedig, és ezt sem hanyagolnám el, mert ez se értelmetlen, településüzemeltetési oldalról. Elmondta Gúr Nándor, hogy a települések zöme ezt pozitívan használta, de mondjuk el azt is, hogy persze egyébként a legjobb programok is, amik decentralizált módon kerülnek megvalósításra, hát ott azért mégiscsak függ a helyi kreativitástól az, hogy mit lehet ebből megvalósítani. Volt, aki kreatív volt. Hoztam el egy példát, ugye Vécsi István Tricse polgármesterét, aki egyébként erdőt tudott telepíteni roma lakosokkal, és nagyon komoly értéket hoztak létre ezáltal. De mondtam olyan példát is, és még egyszer hangsúlyoznám, Miskolcon önkormányzati választókerületben játszótér felújítástól a lépcső felújításon át a korlátfestésig millió olyan dolog, amin szintén lehet nevetni, meg értelmetlennek tartani, csak hasznos volt, a helyi közösség fontosnak tartotta, valódi programok valósultak meg, valódi felújítások, és ezek most nincsenek. De ha ez nem is lenne elég, sem államtitkár úrnak, sem fideszes képviselőtársaimnak, éppen Zsiga Marcell most sajnos nincs itt érvelt, ugye, hogy Miskolc alpolgármestere is ismerős lehet a hírekből, ő érvelt amellett, hogy milyen zseniális ez az előterjesztés. Hát ha mondjuk nem ezeket az oldalait nézzük, hogy értékteremtés, felújítás, akkor mondjuk a városüzemeltetési oldalon legalább észrevehetné, ha néha gondolom kiszállna a kocsiból Miskolc, hogy mondjuk derékig ér a legtöbb helyen a gaz. Tehát azt is el lehet mondani fél év tanulságaképpen, hogy nagyon komolyan hiányzik Észak-Kelet-Magyarországon a település üzemeltetésekből ez a lehetőség, ami semmiképpen nem jó üzenet. Egy szóval itt több tízezer embernek a megélhetése került veszélybe, Zsiga úrék is nyilván 1000 embernek a karácsonyfa alá tudta postázni, vagy átadni a felmondó levelet a Városgazda KHT keretében dolgozó embereknek. Én azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan, de ezt már elmondtuk többször is, úgy látjuk, hogy önök ezt teljesen máshogy fogják föl. Önök a vélt, nem tudom, a társadalmi része által vélt okok miatt tulajdonképpen kvázi munkaterápiára utalnak embereket, megélhetés nem biztosító pénzekért, amikor a túlnyomó többségük egyáltalán nem kerüli a munkát, hanem tisztes bért szeretne tenni az asztalra, csak nincsen lehetősége, mert olyan területén él az országnak. Tehát ezt mi visszautasítjuk ezt a felfogást, és azt mondjuk, hogy vannak olyan területei az országnak, ahol az államnak van feladata és felelőssége abban, az elsődleges munkaerőpiac mellett, hogy munkahelyeket teremtsen. Ez ebből az anyagból, ez nem világlik ki, ezt mondjuk ki.
Emellett természetesen az összes Szél Kálmán tervnek mondott Orbán csomagos hát tervük megvalósítása elkezdődik, tehát az álláskeresési segélyt gyakorlatilag megszüntetik, az álláskeresési járadék ugye 180 napra csökken, és az egy nap folyósítási időhöz már nem 5 nap kell innentől, hanem 10, tehát egy másik oldalról is történik egy megszorítás. Ennek hát gazdasági okai vannak, mondjuk ki. Nyilván az, aki erre szorul, az valószínűleg nem viccből munkanélküli, és egyébként, ha erre jogosult, akkor már dolgozott is, tehát nem lehet olyan típusú munkakerülő ember, aki egyáltalán nem akar dolgozni, úgyhogy ez a saját logikájuknak is ellentmond szerintem. Mindezek mellett Észak-Kelet-Magyarországot különösen negatívan érintő módon a szociális normatívák befogyasztásra kerültek idén. Nyilván ez reálértékben csökkenést okoz, és ugye hát jól látható, hogy a kiskeresetűek rosszul jártak, a közfoglalkoztatásban pedig nem nagyon találni állásokat. Egy dolog nőtt ugye a munkanélküliség ebben a térségben. Szilágyi György képviselőtársam jelezte, hogy tulajdonképpen ez a fajta közfoglalkoztatási felfogás a Jobbik programjának megfelelő. Tehát azt gondolom, hogy akkor ebben a ügyben egyedül maradtunk azok mellett, a tízezrek mellett, akik ma ugyan akarnának, de nem találnak ilyen módon munkát. És azt gondolom, hogy kimondható, hogy újabb jelentős csoportját árulják el a választóiknak. Nem ezt ígérték. Nézzenek milyen a lelkükben, nem ezt ígérték. Konstruktív leszek tényleg, tudom, hogy bizonyos szempontból felesleges, mert amúgy is más a felfogásuk. Hangsúlyoznám, hogy milyen pontokon javasolnánk, hogy változtassanak. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, egyébként ez szociológiai szempontból is fontos, hogy minden egyes családban legyen 8 órás kereső. Ilyen típusú szabályozásokon dolgoztunk, ilyeneket fogadtunk el, ezért hoztuk létre az Út a munkához programot. Szerintem ez nagyon fontos szemléletbeli változást jelent és jelenthet, gondolják ezt végig. A mindenkori képzettségének megfelelően vegyenek részt a közfoglalkoztatásban az emberek. Nyilván azok, akik felsőfokú végzettséggel bírnak, de mondjuk a válság vagy egyéb élethelyzet miatt jelenleg nem tudnak a szakmájukban dolgozni, azoknak valóban méltatlan az a keret, amit önök biztosítanak ebben a tekintetben. Lesz ilyen módosítónk is, talán már meg is érkezett a titkárságra, mely arról szól, hogy nyilván a diplomások, illetve hát a középfokú végzettségűek és az általános iskola bizonyos osztályát elvégzettek ebből a szempontból differenciáltan kerüljenek elbírálásra. Kazincbarcikán tartottunk részországgyűlést, nyilván ez ugye Borsod megye harmadik legnagyobb települése. Végig elemeztük ezeket a problémákat, de nem is kellett nekünk annyira, hiszen ott élünk köztük, az emberek között élünk, úgyhogy látjuk is ezeket. Ott fogalmazódott meg elég egyértelműen az a javaslatunk, hogy ha ezt a keretet tartják önök elfogadhatónak, akkor legalább a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek szempontjából állítsák vissza a 8 órás korábbi rendszernek megfelelő közfoglalkoztatás lehetőségét, hiszen akkor az, amiről önök beszélnek, hogy hát ez egy tulajdonképpen munkára kell kényszeríteni az embereket, mert ők nem akarnak, nem kívánnak dolgozni, nagyon sokan olyan morállal rendelkeznek, hát akkor ha megadjuk ezekben a térségekben azt a lehetőséget, ahol tényleg más okai vannak, és alapvető társadalmi okai, évtizedes okai a munkanélküliségnek, akkor ott komoly lehetőségeket kaphatnak újra. Nyilván vannak erre források, tehát változtatni kéne az adórendszeren, ott van 500 milliárd. Nem igazolt az adórendszerük ugye a gyermekvállalás növekedését, hiszen jóval csökkent a gyermekvállalásnak a üteme. Tehát gyorsul a népességfogyás ezekben a hónapokban, ez vitathatatlan, statisztikai adatok támasztják alá, és az adórendszerük is a gazdagoknak kedvez, tehát azt hiszem, hogy onnan meg van hova elvenni. A munkahelyteremtés sem igazolta, hát ezt már mondtam, és a gazdasági növekedés ütemét jövőre csökkenőnek mondja a legtöbb elemző. Szerintem emiatt is érdemes elgondolkozni azon, hogy merre tovább. A vita elég hosszan lefolyt. Én azt gondolom, hogy volt értelme, mert talán láthatták az emberek, hogy ki mit gondol erről a kérdésről, ki mit képvisel, és ki kit képvisel ebben a tekintetben.
mi határozottan kiállunk azok mellett az emberek mellett, akik az elsődleges munkaerőpiacon rajtuk kívülálló okok miatt nem találnak munkát, és azt gondoljuk, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségekben ebben a kérdésben nagyon komoly szerepe van az államnak. Fontolják meg a módosító indítványainkat, nagyon remélem, hogy a részletes vitán is ilyen szép számmal veszünk részt, és akkor talán egyes pontokon legalább van értelme annak, hogy itt vagyunk, és kicsit, ha beleérzik magukat az észak-kelet-magyarországi emberek helyébe, akkor kicsit talán jobban nyitott fülekre találnak majd ezek a szavak, és egy-két ponton tudunk előre lépést elérni, hiszen ez az ott élők érdeke. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Kétperces felszólások következnek, elsőként megadom a szót Spaller Endre képviselő úrnak, KDNP. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Úgy látom, hogy a reggel 8 órakor kezdődött vitában van talán 4 nagyon fontos különbség az ellenzék és a kormány oldal között, ami ebben a mostani felszólásban is elhangzott. Ezeket venném gyorsan sorra. Önkormányzat versus állam. Ki az, akinek inkább több közmunkát kéne szervezni. Ugye rossz a kérdésfeltevés, a vitában egész félrevezető a dolog, hiszen ugye nem csak az önkormányzat és nem csak az állam lesz közfoglalkoztató, ezen kívül még rengeteg más szervezet. És így az a kérdés is eldől, hogy a magas végzettségűekkel mi a helyzet, hiszen ők nem csak itt vagy nem csak ott kereshetnek maguknak közmunkát, és találhatnak, hanem számos más helyen is. Tehát azt gondolom lesz az ő részükre ilyenfajta közmunka. Ez az egyik különbség. A másik, hogy 4 óra versus 8 óra, méltóság, teljes élet, stb. Stb. Én azt gondolom, hogy én ebbe teljesen egyetértek önökkel, csak ezt a munkaerőpiacon kell biztosítani. Ezért vállaltuk azt, hogy ebben a ciklusban 300 000 és 10 év alatt összesen 1 millió munkahelyet hozunk létre. A közmunkából a 4 óra szerintem azért pontosan elég, hogy az emberek ne ragadjanak bele, tehát nem fognak éhen halni, de nem fognak beleragadni ebbe a közmunkába. Ugye rendszabály versus szociális fejlesztés, tehát hogy az embereket fegyelmezni kell, vagy szociális fejlesztést kell számukra biztosítani. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a rendszabály az azért fontos összesen és semmi másért, mert itt azért érdemi eredményeket kell létrehozni, tehát nem magos divavállát szeretnénk fölépíteni, hanem olyan tárgyakat, amelyek aztán valóban létezni fognak, például nem tudom, mondjuk például ilyen futballcsarnokokat, tározókat, stb. Ezeknek valóban létezniük kell. És ugye végül ott van, hogy állami gondoskodás vagy egyéni felelősség, és azt gondolom, hogy ez az egy dolog, amiben önöket nagyon komoly felelősség terheli, hogy önök nem tudatosítják az emberekben, hogy nem csak az államnak van felelőssége, hanem az egyénnek is van felelőssége a saját életében. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Felszólása következik, 2 perces időkeretben, Gurnándor képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Spaller képviselőtársam, én azt hiszem, hogy egy mértékadó nézetbeli különbség biztos, hogy van közöttünk, lehet, hogy több is. Mi azt gondoljuk, hogy nem a önkormányzatok, nem a helyi társadalom. Ebben benne vannak persze az önkormányzatok is, a civilek is, a vállalkozások is. Sok mindenki, aki a helyi ügyek kezelésében, az ottani problémák megoldásában kell, hogy szerepet játszon. És azon a felületen kell, hogy megtörténjen mindaz, ami adott közegnek a problémáinak a kezeléséhez hozzákapcsolódik, és nem úgy, hogy közben felültetjük a buszra, a vonatokra, bármire az embereket, és elviszük a debreceni stadionba több ezer embert, és majd ott a megfelelő rekonstrukciós munkákat elvégezik. Óriási a különbség, szemléletbeli különbség van. Nem ezres nagyságrendben kell munkatáborokba, idézőjel, vinni az embereket, hanem a helyi problémák megoldásában a helyi közösségek, vállalkozások, civilek, mindenki más egyéb önkormányzatok bevonásával kell az ügyeket kezelni. Egyébként a 1 millió új munkahelyet hagyjuk még, mert nem érdemes belemenni ebbe a történetbe, mert az elmúlt esztendőben e tekintetben nem sikerült eredményeket elérni, hagyjuk ugyanúgy a radikális adócsökkentést is, de ha a közbiztonságot se akarom nagyon feszegetni, bár ez a kérdéskör most úgy látom a belügyminisztérium asztalára kerül át, azért nem akarom feszegetni, mert az elmúlt egy év közfoglalkoztatás útamunkába program szétverése az azt mutatta, hogy
hogy bizonyos típusú bűncselekmények elkövetésének a számai és az arányai bizonyos térségekben, legkiváltképp a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben arányaiban 20-30%-kal nőttek. Úgyhogy ezeket is érdemes lenne végig gondolni, és az utolsó mondat, hogy ha ezeket végig gondolták, akkor arról gondoskodni, hogy a források is meglegyenek ahhoz, hogy ezek a problémák kezelhetők legyenek. Ne elvegyenek, hanem tegyenek hozzá. Még egyszer mondom, ott van az a 16%-os egykulcs a személyjövedelemadó. Gondolkodjanak el ezen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszólása következik. Kovács Péter képviselő, a Fidesz képviselő csoportjából. Önél a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, kedves ház, kedves képviselőtársaim, tisztelt Varga képviselő úr. Az ön szavaira reagálnék, egyszerűen katasztrófa, amit ön itt előad kommunikációs íven. Az okok és az okozatok között semmiféle összefüggés nincsen. Egy példát emelnék ki, és ez jellemző az egész hozzászólására, hiába volt 15 perc hosszú igazából, hogy mondjam, tartalma nem volt, amit egyébként használni is lehetne, hiába mondja azt, hogy konstruktív, de igazából semmi javaslat nem volt abban, amit mondott. Egy dolgot hagyj emeljek ki. Azt tetszett mondani, interneten is olvasható, hogy kevés gyerek születik. Azt már nem tetszett hozzámondani, hogy ez 2010-es adat. Tehát 2010-ben, de 2010-ben kevés gyerek született. Ezt tetszenek mondani, ez van az interneten. Mindannyian tudjuk, bár ez nem biztos, én azért reménykedem benne, hogy egy gyermek születéséhez az emberi populációba 9 hónap szükséges. A kormány intézkedései, amely az adójóváírás van, és ugye azt mondta, hogy az adójóváírás intézménye nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, az 2011. január 1-től van. 2011. január 1-től még 9 hónap nem telt el ahhoz. Sőt, a kormány intézkedés vagy a parlamenti törvényalkotás óta sem telt el 9 hónap, hogy ezt lehessen kimutatni, hogy valóban több gyerek születik vagy kevesebb. Ezzel az egy példával szeretnék arra rámutatni, hogy ez már megint az a szocialista csűrés-csavarás hazugság, amiket itt szoktak, vagy amit eddig megszoktak a tisztelt házban, vagy az egész országban önöktől, úgyhogy kérem ezeket hagyja abba, nagyon jól hangzanak, csak semmi alapja nincsen. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, két perces felszólása következik. Varga László, képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, tisztelt Kovács képviselő úr. Nyilvánvalóan nem tudok majd azon változtatni ezzel a felszólással, sem azon, hogy ön el van ájulva magától, meg a teljesítményüktől. Azért idézném pontosan csak, hogy az interneten felelhető. Felgyorsult a népességfogyás üteme idén az első negyed évben. Tehát, hogy azért gondolkodjon el ezen, nyilván ezt én csűröm, csavarom, több mint egy éve kormányoznak, számolja ki, ugye mennyi kell egy gyermek megszületéséhez. Nem igazolja a politikájukat sajnos, nem igazolják a tények. Az önkormányzat állam szerepéről mondta Tanács Paller képviselő úr, nyilván van direktben is szerepe az államnak, tehát mondjuk szervezheti is ezeket a munkákat részint, meg vannak szabályozókon keresztüli lehetőségei ebben a tekintetben. Mondjuk ez egy szabályozó, amit ma letettek ide az asztalra. Nem értünk a szabályozókkal egyet, összesen ennyit mondtam ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy elengedik az emberek kezét olyan időben, amikor, ha nagyon finoman fogalmaznék, hogy Kovács képviselő úrnak is megfeleljen, mondjuk még nem sikerült áttörést elérniük a munkaerőpiacon. Jelenleg több munkanélküli van, mint akkor, amikor átvették a kormányzást. Tehát ez egy nagyon nagy probléma én szerintem, és most ilyenkor ezt nem lehet csinálni szerintem. Tehát, hogyha szerintem nem fog ez alapján a gazdaságpolitika alapján bejönni, amit gondolnak, de ha bejönne egyébként, miért ne kívánnám én is ezt, azt kívánom, hogy legyen jó az országnak. Ha bejönne, akkor is 2-3 év múlva lehetne esetleg bármi ebből érezhető. Akkor meg nem lehetne addig segítőkezet nyújtani azoknak a térségeknek, ahol egyébként semmi nem érezhető az önök politikájából, csak az, ami káros. Ezek a leghátrányosabb helyzetű kistérségek. Itt kéne biztosítani a 8 órás foglalkoztatást az adott év zömében. Nem olyan nagyon bonyolult dolgok ezek szerintem. Lehet, hogy önök ezt innen Budapestről nem látják, vidéken, Borsod megyében azonban ez látszik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, két perces felszólással megadom a szót Spaller Endre képviselő úrnak, KDNP. Köszönöm szépen a szót. Egy kérdést válaszoljanak meg, mert ezt a kérdést csak fölteszik, de nem válaszolják meg. Hogy fog felszívni mondjuk egy 1000 fős település több száz közmunkást? Hogyan? Lehet itt a helyi társadalmat előtérbe helyezni, jó is lenne, és természetesen lesz is mód. De még egyszer kérdem, ott 30-40%-os munkanélküliség van.
hogy fogott a helyi társadalom fölszívni több száz közmunkást. Ezért kell más településekben, praktikusan nagyvárosokban munkát biztosítani ezeknek az embereknek. Ez egyik. A másik pedig, hogy ugye mikor van itt a megfelelő pillanat. Ugye ma, nem tudom, hogy ezt az adatot ön honnan vette, de én mondok akkor más adatokat. Ma 40 ezerrel többen dolgoznak, mint a kormányváltáskor. Ez is egy adat, és az is egy adat, hogy a gazdaság az növekedő pályán van, és egyre gyorsuló ütemben növekedő pályán van. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólással megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Spaller képviselőtársam, remélhetőleg ön is észrevette, hogy 2008 őszekor beköszöntött egy válság, most meg túl vagyunk, hál' Isten, egy válságon. Tudja, a foglalkoztatás tekintetében akkor célszerű majd önöknek megszólalni, hogyha a válság előtti foglalkoztatási számok felett lesznek úgy 400 ezerrel, mert 4 évre 400 ezer jár. Na most még 110-zel alatta vannak. A másik része a dolognak, amit Kovács képviselőtársam említett. Varga képviselő sok konkrét dolgot mondott, olyanokat, amelyek példaként arról szólnak, hogy minden családban legyen legalább egy 8 órás foglalkoztatott ember, aki a család eltartásáról tud gondoskodni többek között. Vagy épp az, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő pozitív diszkriminációnak van helye, mert egyébként ezekben a térségekben, ráadásul még ha adott esetben a személyes adottságok révén is negatív helyzetek fedhetők fel, akkor még inkább szükség van a segítségre. Harmadrészt pedig egy összetett gondolattal szeretnék arról szólni, hogy a gyermekek születése az én ismereteim szerint hogyan történik. Az én ismereteim szerint úgy történik, hogy a fogantatás követően van egy 9 hónapos kihordási idő. Ha én jól emlékszem, akkor valamikor 2010 tavaszán volt egy választás, úgyhogy amely helyzetet érintően a gyermekek, mondjuk ez év januárjától születnek, azok a gyermekek a választás időpontja után fogantak. Magyarul azt szeretném érzékeltetni és mondani. Belekalkulálták az emberek ebbe a helyzetbe azt, hogy kolbászból lesz a kerítés, hogy minden rendben lesz, és minden jobb lesz, mint ami volt. Hittek is önöknek, látható módon ez a gyermekszaporulatok tekintetében is visszaigazolható. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. 2 perces felszólással megadom a szót Szűcs Erika képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr. Spaller képviselő úr feltett egy kérdést, tehát szeretnék visszaidézni egy részt a ezért szólunk ki felszólalásomból. Természetesen véletlenül sem gondoljuk azt, hogy minden településen lehet a foglalkoztatást biztosítani. Egy foglalkoztatási rendszert vázoltam, ami korábban cél volt, aminek az volt a lényege, hogy a tömeges foglalkoztatás talapzatát 3200 önkormányzat biztosítsa, azért, mert ott látnak el nagyon sok feladatot, és ott lehet nagyon sokféle munkára, sokféle képzettségű és élethelyzetű embert alkalmazni. A második szint a kistérségi önkormányzati feladatok, a harmadik szint a helyi vagy a térségben lévő állami infrastruktúra kezelőknél történő foglalkoztatás, a negyedik a helyi vállalkozások világa, az ötödik a képzési és munkaerőpiaci programok, és a vége, a csúcsa a nagy állami és gazdasági beruházások, amelyek mobilitást igényelnek. És ez egy út is egyébként, amelyen keresztül az érintettek megjárják azokat a lépcsőket, amelyekkel a munkaerőpiaci képességeik és készségeik javulnak. Tehát azt gondolom, hogy igenis mi erre adtunk egy választ, még akkor is, hogyha ezt nem feltétlenül hallotta meg. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, itt most nem a segélyezés a kérdés, hanem a közmunka irányítási rendszerének az átalakítása, és mi kitartunk amellett, hogy a közmunka ahhoz adjon segítséget, hogy a települések idős otthonában legyen gondozó, aki megeteti, tisztába teszi, az idős embert szól hozzá, legyen az iskolában pedagógus asszisztens, legyen az óvodában dadus, hogy legyen közösségszervező, kultúraszervező, remélve, hogy az önök kormányzása biztosítani fogja azokat a forrásokat, amelyek majd ezt tartós munkahelyként finanszírozzák, és nem azt gondoljuk, hogy az lehet a fő cél, hogy a debreceni stadiont építsék a közmunkásokkal 4000-en. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, most visszatérünk az írásban előre bejelentett felszólalásokhoz.
Megadom a szót Cira Szabolcs képviselő úrnak a Fidesz képviselőcsoportjából. Önnél a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, nagy türelemmel hallgattam a kétperces felszólalásokat, hosszasan kivárva az előre bejelentett felszólalásomat megtegyem, de engedjék meg nagyon röviden, hiszen én akkor már éltem, már lassan egy élő történelem leszek a koromnál fogva, hogy itt visszaemlegették a gazdaságokban, hogy milyen